basszus zakatol a fülében. Tehát, de mennyire póza a backstage-ben, tehát hogy izé, hogy áthozzátok a Led Zeppelin életérzést is, izé, hát, botrány hát, vagy pedig senki nem csajozott még köztünk, mindenkinek barátnője van. Nekünk az a jó, hogy mi ezt valahogy úgy tudtuk lehozni ezeket a balhézásokat, hogy így nagyon nem derült ki soha. Az a következő adás. Van egy ilyen takarítótok, nem? Igen, hogy hál' Isten, a probléma megoldott. Nem az lett a zenekarnak a címké, hogy na ezek a balhésok, de hogy így azért volt már olyan, hogy a podlóval így, aki a menedzserünk Podlovics Petivel így le kellett ülni többször, és így mondta, hogy srácok, így nem fognak hívni titeket sehova. Hát ők nagyon parasztok. Hát nézd, ritmus szekció, meg ezek gondolok. Hát az muszáj, azok a nehéz azok mit csinálnak? A rossz azok bejönnek, azért bombázás. Nem, amúgy szerintem tényleg így az elmúlt, az első egy-két évben biztos, hogy volt olyan, hogy ilyen parasztok voltunk, meg nagyképűek, meg nem tudom, de az úgy szerintem mindenkivel megesik, akármennyire ciki, és utána így mi is így megtanultuk, meg nagyon fontos volt az, hogy az a kortársainktól, akár azok a zenekarok, akikkel először turnéztunk együtt, a Hevenyék, 30Y, Supernem, stb., Quimby, hogy annyira befogadóan, meg jófejűen viselkedtek velünk, hogy így ciki lett volna bármilyen szinten bárkire így fújni. Szóval így viszonylag gyorsan meg tudtuk azt tanulni, hogy ezt hogy kell csinálni. A nagybetűs alázatod az, amit mindig próbálnak tanítani, pedig egy aranytestű rockisten vagy a színpadán, hogy legyen ki alázatos. Szerintem az alázat az önbizalommal jön, tehát hogy szerintem akkor viselkedik valaki ilyen meg nem értett ilyen sértettségben, amikor azt érzi, hogy nincs befogadva, és mi meg mindig be voltunk mindenhol fogadva, hál' Istennek. Nem, szerintem ez az alázat, ez egy baromi érdekes kérdés, meg hogy, mert erre iszonyú érzékenyek a magyarok, nem? Ha kicsit, is, ha kicsit is van önbizalmad, abban a pillanatban nagy pofájú lesz. Nem jöttél ki fotózni? Tévéműsor után? Azt én meg itt állok? Mert annyira adnám azt, hogy foci meccs után a csatár, aki lőtt, magyar csatár lőtt 3 gólt, róla szólt a meccs, élete meccsét játszotta, mit mond a mikrofonba? Hát mester jó taktikát talált ki, a csapatunk a diadala, jó labdák kaptam, mondaná egyszer azt az életben, hogy kurva jó voltam, igen, nem? Lőttem 3 Látod, volt. De ezt mi sem mondhatjuk, tudod, tehát hogy ez tényleg nem, ugyanaz. Nem, abban a pillanatban az lehet, itt is a kommentek itt lesznek majd, ahogy hívják alatt, hogy mekkora nagy arcuk van. Szerintem van egy érdekes dolog itt, hogy itt minket, tehát hogy mi azért idegesítettük nagyon az embereket, mert hogy így, hát ezek akarnak lenni a Rolling Stones, és most meg, hogy az LGT akarunk lenni, az már oké, jó. LGT lehet. Igen, podcastja. Dob meg basszus zakatol a fülében.